eljött hát az a nap, amire nagyon régen vártunk, és nagyon régen készültünk. Egyrésztről Isten iránti hálával megemlékezhetünk arról, hogy az üdvhadseregnek immárunk 90. éve van szolgálata Magyarországon, és segíti a magyar embereket, hiszen 1924-ben bontott zászlót Budapesten az üdvhadsereg első ízben. A második ok, ami miatt összejöhetünk, hogy egy új szálló megnyitását ünnepelhetjük, amelyben 50 nőt fogunk tudni ellátni és befogadni. 150 év ezelőtt egy metodista lelkész, William Booth, a London város, a kelet rész, a legszegényebb negyed, a legszegényebb kerületben kezdett szolgálni az utcán. Hirdetett az igét, de ő akkor tud, hogy ez egy dolog, hogy hirdetjünk, hogy segítsége van Jézus Krisztusban, de valamit más is kell adni. Meztelen embereknek szükség ruha, éhes embereknek szükséged tál leves, egy hajléktalan személy szükséged fedetett helyet. És akkor az indítás van, az üdvhadsereg kezdett szolgálni ilyen szociális módon. Egy üdvhadsereg gyülekezet nélkül, szociális intézmény nélkül nem is létezik, de amikor együtt van az egyház lelki szolgálat és szociális szolgálat, akkor teljes a szolgálatunk. Hálás vagyunk, hogy ilyen nagy számba ültünk a mai napon. Én nem tudom kifejezni magamnak egy jobb módon, mint hogyha mondom, hogy büszke vagyok én, hogy létezik egy ilyen intézmény, mint az Új Kezdet háza, ahol most állunk. Először is szeretném megköszönni az üdvhadsereg 90 éves magyarországi tevékenységét. Hogyha valaki a történelemnek szomorú időszakait figyeli és nézi, akkor tudja, hogy mikor kezdte el Magyarországon a tevékenységét, és milyen súlyos időkben segített ezreken, tízezreken ez a csodálatos gondolat, és segített mindazokon az embereken, akik akár a trianoni békediktátum következtében katasztrofális élethelyzetbe kerültek, akár a nagy gazdasági világválság miatt nagyon rossz helyzetbe kerültek, és akár a tényleg szomorú és eddigi legnagyobb világégés a második világháborúnak a következményeként tönkrement életek miatt kerültek bajba. Köszönöm szépen ezt a munkájukat. Másodszorban köszönöm azt a munkát, ami sokkal inkább a kitartást mutat, hiszen amikor 1945 után egy olyan szervezetet, amely segít, amely szolgál, amely próbálja az embereket tényleg a legközelebb megtalálni és a legnagyobb segítséget átadni, és ennek ellenére betiltanak, ehhez is kell erő. Ehhez is kell erő, hogy utána újrainduljon egy szervezet, és köszönöm szépen, hogy újra visszatértek Magyarországra 1999-ben, amelynek eredményét talán most éljük meg sokadszorra itt Magyarországon. Miért is volt fontos az, hogy visszakerüljenek? Ennek a háznak az átadása személy szerint nekem is több szempontból is kedves, és több szívem szerint való. És megmondom miért, ugyanis az elmúlt évek során mi is a hajléktalan ellátásban arra törekedtünk, és azt szerettük volna elérni, hogy idézelben mondom a csakot, de ne csak élelem legyen, ne csak adott esetben melegedő és ruha és tisztálkodási lehetősége legyen mindazoknak, akik elesettek, mindazoknak, akik rászorultak, hanem legyen még az a kimenetel is, amit most itt tapasztalunk és elindítanak, hogy lelkileg is segítsük mindazokat, akik bekerülnek ebbe a házba, bekerülnek az ellátásba, és próbáljuk őket visszasegíteni abba az életbe, amelyből valamilyen oknál fogva, vagy családjuk szétesése, vagy bármilyen más gazdasági oknál fogva kikerültek. Amikor asszonyokról, hölgyekről beszélünk, akkor az embernek még inkább elfacsarodik a szíve. Mégpedig azért, mert bár sokszor mondják, hogy a férfi nem az erősebb, azért azt minden férfi beismerheti, és be is kell ismernie, hogy akár családfenntartó szempontból, akár sokszor bármilyen más területen, az élet területén, az asszonyok sokkal kitartóbbak, sokkal inkább bírják viselni a terhet. Mikor egy fogyatékos gyermek születik, egy súlyos beteg gyermek születik egy családba, akkor sokkal inkább az édesanyák azok, akik bírják a terhet. De az is igaz, hogyha az asszonyok összeroppannak,
hogyha az életük kisiklik valamilyen oknál fogva, akkor őnekik a talpraállás talán még nehezebb. És ezért is köszönöm mindezt a munkát, mindezt a beruházást, azoknak az önkéntes munkáját, azoknak az önkéntes felajánlását és támogatását, akik ennek az épületnek a létrehozásában részt vettek. Köszönöm szépen Üdvhadseregnek azt a munkáját, amit elvégeztek, és itt engedjék meg, hogy katolikusként pedig egy örömteli találkozóról is beszámoljak, bár biztos sokan tudják ezt, de talán nem mindenki találkozott azzal a hírrel, miszerint napokban Ferenc pápa fogadta az Üdvhadseregnek a vezetőit. És ami számomra külön fontos volt, és ezt éltük meg, én azt gondolom az elmúlt fél év során, amikor egyházi vezetőkkel találkoztunk, hogy nem azt kell nézni, hogy mi az, ami adott esetben a hiten belül, tanításon belül szétválaszt minket, hanem sokkal inkább azt, hogy mi a krisztusi tanítás. És sokkal inkább az, hogy mi az, amit nekünk fel kell fedezni abban a krisztusi tanításban, ami szól a szegények fele, szól a rászorultak fele, és szól mindazok fele, akik elesettként élik az életüket. Én jó magam is humán területtel foglalkozom, úgyhogy nagyon nagy hála önöknek, hogy ezzel és az elesett emberekkel ilyen fokon és ilyen mértékben foglalkozni fognak, és biztonságot nyújtanak majd nekik. Alapszolgáltatásként a népkonyhát említeném meg, amely területtel mindazok, akik hajléktalanságban vannak, de azokat is ki szeretnénk szolgálni, akik itt a környéken élnek. Szeretettel fogadjuk mindazokat, akik olyan helyzetben vannak, hogy nem tudják naponként biztosítani saját vagy családja tagjaik számára az egytál meleg ételt, és hogyha ezzel mi segítséget tudunk nyújtani, szívesen adjuk és ingyenesen. A következő szakterület az pedig a nappali ellátás, ami már egy szakosított intézményi forma, de annak is a legalsó szintje. Szeretnénk 50 rászoruló, hajléktalan embernek lehetőséget nyújtani abban, hogy naponta bejöhessen hozzánk és fölmelegedhessen, igénybe vehesse a szociális munkának az eszközeit, ezáltal elintézhessen olyan feladatokat, amelyek akár a munkába állását, akár az iratainak a beszerzését, vagy csak éppen arról szól, hogy meghallgatjuk és lelki értelemben támogatni kívánjuk ezeket az embereket, akik hozzánk fordulnak. Egymásra épülnek a szolgáltatásaink, így azt elmondhatom, hogy a krízis időszakra hozzátartozik a nappali ellátáshoz, hogy engedélyt kaptunk 10 főnek éjjeli menedékhely biztosítására is. A következő szint az a átmeneti női szálló, 25 fő részére kívánunk átmeneti megoldást, tehát ez azt jelenti, hogy 1+1 évig lakhatnak nálunk, és a szociális munkások segítségével kívánunk segítséget nyújtani, hogy mielőbb megtalálják azokat a forrásokat, amely által vissza tudnak a társadalomba integrálódni. Ehhez a tevékenységünkhöz plusz 5 főnek van lehetősége a krízis időszak alatt ismételten csak szállást kapnia, mert ide is kaptunk egy plusz férőhely bővítést. A legmagasabb szintű ellátásunk pedig a rehabilitációs női rész, amely elképzelésünk és szakmai indokok alapján az átmeneti szállóra épül rá, és az átmeneti szállóról bekerülhetnek mindazok, akik rehabilitáció segítségével tudnak visszaintegrálódni a társadalomba. Itt egy komplex integrációról van szó, egy komplex rehabilitációról, amely nem csak arról szól, hogy a szociális munka eszközei, hanem ezentúl a testi-lelki jólét, a jogi és egyéb segítségeket is kívánjuk biztosítani. Legfontosabb számunkra, hogy a munkavilágába vezessük vissza mindazokat a hölgyeket, akik esélyt szeretnének maguknak biztosítani arra, hogy újra a társadalom hasznos tagjai lehessenek. Thank you.
szobát. Egy uralom még egyelőre, két szobatársam még a elkövetkezőbe költözik majd be. Úgyhogy, és nagyon-nagyon jól érzem magam, itt nagyon kedvesek az itteni dolgozók, mindenbe segítenek, tanácsokat adnak. Úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, és örülök neki, hogy ide kerültem Önökhöz. Államtitkár úr, hogyan illeszkedik a kormány hajléktalan ellátó programjába az, hogy itt a Terézvárosban az üdvhadsereg átadott egy 50 személyre szóló hajléktalan szállót a nők számára? Hát mondhatom, hogy többszörösen is. Nyilván az egyik az a program, ami a segítés az elesettek érdekében, átmenetileg vagy tartósan bajba jutottak érdekében, az első számú. A második, ami legalább ilyen fontos, hogy hajléktalan ellátást az elmúlt 4 év alatt átalakítottuk, elindítottunk egy másik gondolkodást, aminek az a lényege, hogy mindamellett, hogy élelmet, mosatási lehetőséget kapnak, adott esetben szállást, hajlékot kapnak hajléktalan emberek, emellett legyen a kimenetre is lehetőség, és ez mindenképp fontos, hogy olyan környezetben tudjanak élni, lakni, ahol mind a lakhatás, mind pedig a velük való foglalkozás törődés az azt segíti, hogy vissza tudjanak térni abba az életbe, ahonnan ki kell leszakadniuk. És a harmadik pedig a szent cikki megállapodás, az lehetőséget nyújt az egyházaink számára, hogy egy kiegészítő támogatással tartsák fönn szociális vagy oktatási tevékenységüket, és ebben az üdvhadsereg is megkapja a maga támogatását, de ennél talán sokkal fontosabb az, hogy ők viszont ezeket a rászorult embereket, elesett embereket lelkileg is támogatják, és hogyha lelki támasz is megvan, én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az esély és a remény is, hogy kitörjenek ebből az élethelyzetből. Kérdezünk egy tervezőt, hogy kit tart jó megbízónak, akkor talán a legtöbben azt mondják, hogy hát aki fizet, vagy azt mondják, hogy az, aki szabad kezet ad. Számomra ennek a munka kapcsán is bebizonyosodott az, hogy én nagyon sok esetben többre értékelem azt, természetesen az első kettő mellett, ha valaki tudja, hogy mit akar. Tehát az a megbízó, akinek van elképzelése, van koncepciója, vannak tervei, azok gyakorlatilag egy fedett pályát biztosítanak a tervező számára, mert kibontakozhat olyan módon, hogy igyekszik a legjobb és a legmegfelelőbb épületet létrehozni a számára. Az én tapasztalatom itt ez volt, és az a nagyszerű lehetőség adatott meg számomra, hogy itt a Bajnok utcai átalakítás kapcsán megismerhettem az üdvhadsereg vezetőségét, és egy olyan csapatmunkában dolgozhattam együtt, ahol tényleg ezeket az elvárásokat azt gondolom teljesíteni tudtuk. Szeretnék köszönetet mondani én is először a megrendelőnek, az üdvhadsereg magyarországi és felsőbb vezetőinek és a munkatársainak, a korrektségükért és a rugalmasságukért. A mai világban különösen értékelendő egy olyan építtető, aki minden megrendelt és elvégzett munkát időben és teljes összegében kifizet. Ezt szeretném megköszönni minden építőnek a nevében. Köszönöm az építés és a szaktervezők határidőben elkészített gondos munkáját is. Kívánom végül is, hogy ez a ház jól szolgálja a használóit, segítse az üdvhadsereg szolgálatát, és legyen, ha átmenetileg is, de otthona az erre rászoruló embereknek.
Szerintem, amikor az emberek nagy bajban vannak, akkor, amikor nagyon nagy gond van a világban, már pedig mindig van gond, és mindig is volt, akkor az emberekben a jó érzés és az összefogás az szerintem sokkal erősebb a rossznál, és szerintem a mi feladatunk pedig az az, hogy ezt erősíteni. Így is van baj a világban, így is sajnos a háborúk, a konfliktusok, azok rengeteg szenvedést, emberi gyötrelmet okoznak, és ilyenkor, hogyha valamilyen kicsi módon is de tudunk segíteni, és az egyes ember a saját néhány forintjával, néhány tízezer, vagy pedig százezer, millió forintos támogatással oda tesz, az szerintem őt magát is jobbá és szebbé teszi. Nyitottuk meg az Új Kezdet háza épületét, és hálaadással jövünk ma az Úr elé. Hálát adunk mindazokért az emberekért, akik ebben a házban dolgoztak. Hálát adunk azért, hogy megsegített minket az Úr, hogy a mai nap itt lehetünk, és itt állhatunk, és nyitott ajtóval várhatjuk mindazokat az embertársainkat, akik rászorulnak az ellátásunkra. És hálás vagyok azért is, hogy olyan sokan eljöttek a mi megnyitónkra, olyan sokan eljöttetek, és együtt örültök velünk. Köszönjük ezt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, áldalak és magasztallak téged. Köszönöm neked azt, hogy a mai napot, ezt a napot szépé tetted, és köszönöm neked azt, hogy az áldásaidban részesülhetünk. Kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik jelen vannak, áld meg azokat is, akik itt voltak, de már elmentek, áld meg, Uram, mindazokat, akik úton vannak, és adj mindenkinek békességet. Köszönöm neked, hogy segítő jobbod velünk volt mindazon idő alatt, amíg ez a ház készült. Köszönjük, hogy te vezettél minket, amikor szolgáltatásokat kerestünk ennek a háznak a profiljába. Köszönöm, Uram, azt, hogy te segítetted elő azt, hogy a mai nap nyitva tarthatjuk ezt a házat, és kérlek, hogy áld meg a munkatársaimat, hogy áldás legyenek mindazok számára, akik betérnek ide. És áld meg azokat is, Uram, akik betérnek hozzánk élelemért, ruháért, akár csak azért, hogy kapjanak egy jó szót. Áld meg, Uram, azokat az embereket, akiknek nincs hajlékuk, és nálunk keresnek menedéket. Áld meg, Uram, azokat az embereket, akik keresik, éhezik és szomjazzák a te szavadat. Hálásak vagyunk, hogy a mai nap fölemelhetjük a te nagy és szent nevedet. Amen. Evangéliumából a 23. rész 39-es versétől olvasom az igét, aki szeretnék követni, az Új Szövetség 102. oldalán találja meg. A megfeszített gonosztevő közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is.
De a másik megrótta, ezt mondva neki: nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Milyen lehetőség ez? Visszanézünk az életünkbe, és látjuk azokat a rossz döntéseket, amelyek elvittek bennünket a mostani helyzetünkbe. És sokszor vagyunk, és én most magamról beszélek, amikor még nem ismertem Istent, akkor ha visszatudtam volna pörgetni az időt, akkor mennyi mindent másképp tettem volna, másképp kezdtem volna újból. És itt van ez a ház, ez az intézmény, ahogy hallottuk, hölgyeknek ad menedéket, kinek rehabilitációt, kinek fedelet, vagy a népkonyha és a melegedő rész tulajdonképpen egy lehetőség azok számára, akik idejönnek, akik menedéket keresnek, akik ételt kapnak, akik meleget keresnek, mert nincsen hova beülniük nappal. Vajon tudnak élni ezzel a lehetőséggel, hogy újat kezdjenek? Mert akik itt vagyunk ebben a világban, mindenki benne van egy körbe. Valaki a szociális hálóban kering, épp nem rég telefonáltam körbe egy testvér pár elhelyezéséért. Hát tulajdonképpen mindenhol ismerték őket, és mondták, hogy hát itt keringenek a hálóban. Vajon ismerik-e azt, hogy van új kezdet? Ebben a történetben látunk három embert. Egy embert, az Isten fiát, aki eljött erre a világra azért, hogy megváltsa az egész világot a bűntől. És van két ember, két gonosz, már az ítélet alatt vannak, hiszen fent vannak a fán, és szenvednek. Mit hoz ki az emberből a szenvedés? Mit hoz ki belőlünk, amikor nehezünk van, vagy amikor krízis helyzetünk van? Tulajdonképpen akkor mutatkozik meg az embernek a jellemvonása. A krízis helyzet hozza ki az emberből, hogy milyen is igazából a jelleme. Vajon a krízis helyzetben tudunk-e Istenre nézni? Tudunk-e abban a pillanatban Jézusra nézni? Itt van ez a két ember, és krízis helyzetben vannak, halálukon vannak. Az egyik káromolja: ha Isten fia vagy, mentsd meg magadat és bennünket is. Nem ismeri el, hogy bűnös. Ahogy ez a világ sem tud szembenézni azzal, hogy bűnben él. A másik azt mondja, hogy miért bántod, hiszen ugyanaz alatt, az ítélet alatt vagyunk. Ő nem tett semmit, semmi rosszat nem tett, mi pedig megérdemeljük a büntetést. Két ember, az egyik be tudja ismerni a bűnét, a másik nem mer vele szembenézni. Vajon azok az emberek, akik bejönnek ebbe a házba azért, hogy meleget találjanak, vagy ételt találjanak, vagy otthon találjanak, vagy rehabilitálódjanak, vajon számolnak-e az Istennel, amikor bejönnek, és azt megtudják, hogy ez egy új kezdet háza, hogy újat lehet kezdeni az Istennel, hogy újat lehet kezdeni az életben még egyszer, sőt, nem csak új életet, nem csak egy jobb életet, hanem az életen túl is egy boldog életet. Jézus ezért ment fel a keresztre. És az a csodálatos ebben a történetben, hogy a halálra ítélt Isten, aki értünk folyatta ki a vérét, még ott is törődik az emberrel.
Az egyik lator, az megvallotta a bűnét, a másik kárhoztatta az Istent. Én azt kívánom mindannyiunk számára, akik itt szolgálunk, dolgozunk, várjuk a vendégeket, hogy meg tudjuk előttük nyitni ezt a lehetőséget, hogyha ide belépnek, ha itt lakozást vesznek, ha ételt vesznek magukhoz, akkor merjenek új kezdetet elkezdeni ebben az intézményben. Nekünk meg az a feladatunk, hogy beszéljünk, hogy ki adhatja nekik az új kezdetet. Hivatalos protokoll szerint az államtitkár, alpolgármester asszonynal is körbe mentünk, sok hivatalos beszélgetés történt. De én szeretnék bátorítani titeket, hogy inkább egy fontosabb hivatalos beszélgetést tartjunk most mi. Velünk van az élő Isten. Ki az, aki fontosabb, mint ő? Tisztelettem a polgármester, az államtitkár, de nagyobb tisztelettem van az élő Isten felé. Áldásat kérhetjünk ebben a ház, ez az intézményhez, a jövővendő gyülekezet, aki itt fog tartani rendszeresen alkalmak. Ilyen álmakunk van, és azt bátorítani fog titeket most, hogy tartsunk egy pár perc az Úr elé, hangosan adj neki a hálát a házért, és kér neki egy nagy áldást. Urunk, itt állunk egy új házban, egy új kezdet házában, ahol mi is szeretnék látni több és több emberek találni ezt az új kezdést. Egy új kezdést veled, egy új életet veled, egy örök életet, amit csak tőled lehet találni, tapasztalni. Urunk, tudjunk, hogy sok befektetés volt ebben a házban. De Urunk, mi felismerünk ezt az épület, mint egy eszköz. Urunk, segíts minket használni ezt az eszközöt, hogy a te üzenetet, az örök életről üzenet tudjunk továbbítani a másikat. Urunk, igen, leves szappan, üdvösségről van szó, de Urunk, ne hagyjunk, hogy elégedve számunkra, hogy csak levesre szopan ad. Ne legyen, hogy ezt elég számunkra, hogy fedetett helyet adjunk. Úrunk, segíts minket újra és újra hirdetni ezt a jó hír, hogy Jézus Krisztusban van igazi élet. Egy új kezdet életet lehet találni Jézus Krisztusban. Úrunk, imádkozom az intézmény vezető részi bolyát. Uram, ad neki sok bölcsesség, türelmet, energia ehhez a feladathoz. Uram, imádkozom minden egyes dolgozóknak. Urunk, ad neki sok türelmet és bölcsesség is, hogy ő tud minden nap foglalkozni az emberekkel, hogy egy új útat, egy örökre útat, egy menny vezetői útat fog mutatni a másikat. Urunk, mi, mint a te népedet, mint az üdvhadsereg, keresünk téged, és új erőt kérhetjünk tőled, Úrunk. Áld minket, használ minket a te akaratod szerint. Úrunk, legyen több és több ember, aki találni fog téged ebben a házban. És azért dicsőíti téged, és felemeljünk a te nevedet, nagy Istenünk. Amen.